A pénzügyi titkár továbbra is kiáll az mellett az állítása mellett, hogy az eredeti költségvetést a kormány optimista irányelvei alapján alkották meg, és mivel 2015-ben az egész ország gazdasága 14%-kal rosszabbul teljesít, mint 2014-ben, ezt a tartományi költségvetés is megsínylette. Innen ered a 4,4 milliárd dináros hiány, aminek a pótlását teljesen legitim alapon követelik a kormánytól. A titkár beszámolt arról is, hogy rendkívül akadozik a kommunikáció a tartomány és a pénzügyminisztérium között. Én megpróbáltam telefonon elérni a pénzügyminisztert, de egyszerűen nem jelentkezik a hívásaimra már hetek óta. Mindez letörte az eredeti optimizmusomat, miszerint a kérelmünket teljesítik. Azt állítják, hogy az ország pénzügyi szempontból jól áll, de szerintem a fizetések és nyugdíjak csökkentése, az egészségügyben jelentkező pénztelenség, a mezőgazdasági támogatások és a nagyberuházások elmaradása ellenére az ország pénzügyei nem úgy állnak, mint ahogy azt elénk tárják. A tartományi pénzügyi titkár a probléma forrását a tartomány és a köztársasági kormány közötti politikai ellentétekben látja. Mint mondta, a pénzügyi titkárság dolgozik a tartományi pótköltségvetés tervén.